A koronavírus elleni védekezés újabb lépése lehet a már ismert hagyományos technológiával készített textilmaszkok használatán túl a legmodernebb úgynevezett 3D nyomtatással előállított maszkok és arcvédő pajzsok használata. A 3D nyomtatás segítségével előzetesen megtervezett térbeli modellek alapján tudnak tárgyakat gyártani, különböző műanyag kompozit és napjainkban már fém alapanyagokból is. A koronavírus járvány hazánkban is jelentős erőket mozgatott meg a 3D nyomtatással foglalkozó csoportok és vállalkozások között, hogy orvosi eszközöket, alkatrészeket, védőfelszereléseket gyártsanak, hogy a lehető leghamarabb a hazai orvosok és önkormányzatok segítségére siessenek. A Hajdunánási Önkormányzat Kozma Zsolt helyi vállalkozótól ilyen 3D technológiával készült 50 darab arcmaszkot és 50 darab egészségvédelmi arcvédő pajzsot kapott a koronavírus elleni védekezést segítve. A maszkok és az egész arcot takaró arcvédő pajzsok a fertőzések megelőzésére, köhögés vagy cseppfertőzés elleni védelemre szolgálnak, mellyel elsősorban az egészségügyben dolgozók munkáját szeretnék megkönnyíteni.